Jól halad a LEGO bővítés, a nyíregyházi beruházással duplájára nő a gyár kapacitása és a foglalkoztatottak száma is. Területet, kapacitást és foglalkoztatotti létszámot is növel a világ egyik legnagyobb játékgyártó és forgalmazó vállalata, a LEGO Nyíregyházán. A 30 milliárdos bővítést még tavaly tervezte el a cég, amit az évelején bejelentett. A dán gyár nyíregyházi fejlesztéséhez a kormány 4,4 milliárd forinttal járul hozzá. Kétszeresére nő a gyár mérete 120 ezerről 250 ezer négyzetméterre, több mint 700 új gépet szereznek be, és a csomagolási kapacitást is bővítik. A tervek szerint az összeszerelő üzem megépítése 1-1,5 év, a raktárak 2 év alatt épülhetnek fel. A cégcsoport a legkorszerűbb technológiákkal ellátott komplexumának fejlesztéseit egészen 2020-ig ütemezi. A LEGO csak az elmúlt évben 23%-kal növelte árbevételét. A témát folytatjuk a stúdióban, vendégem Tóth Csaba. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Hát hol tart tehát a fejlesztés, ami egy hosszú távú fejlesztése a LEGO-nak? Hát a fejlesztést tulajdonképpen elkezdtük már itt Nyíregyházán. Méghozzá úgy kezdtük el, hogy egy részét, igaz egy kis léptékű részét, kb. Egy olyan 9000 négyzetméteres feldolgozó üzemet az elkövetkezendő néhány hónap elteltével át is fogunk adni. Ez egy processzáló üzem, ahol festjük ugye a kis figurákat, illetve összeszereljük őket. Ez az üzem, ez el fog készülni, ide várunk majd mintegy 160-170 dolgozót majd az elkövetkezendő évben. Ugyanígy folytatjuk a bővítésünket egy magas raktár, egy plusz magas raktár, egy automatikus magas raktár kapacitásnak a bővítésével, és hát elkezdtük már a földmunkákat a nagy beruházás folytatásához ugyanígy. Milyen komplexumok, milyen épületek épülnek, és hogyha jól értelmezem, akkor az egyik épületegységben a munka az a következő évben el is kezdődhet akár. Igen, hát tulajdonképpen ezt el lehet úgy képzelni, mintha legóznánk. Tehát eleve úgy építettük fel a gyárunkat, hogy ez egy moduláris elrendezésű struktúra. Itt gyakorlatilag mindent meg tudunk tulajdonképpen duplázni. Így aztán az üzemrészeket, tehát úgy a fröccsöntő üzemet, mint amit az előbb említettem, ugye a processzáló üzemünket, vagy a magas raktárakat, de az előcsomagoló és a csomagoló üzemeket is ugyanúgy tudjuk bővíteni, tulajdonképpen duplázni tudjuk, de minden más infrastruktúrális részt, amiben beletartozik az energiaközpontunk, azt is meg kell duplázzuk, de ugyanúgy a parkolók, a hulladéktárolók, és sok minden más, ami kell egy ilyen nagy gyár életéhez, ez gyakorlatilag mind benne van ebben a képben. Mekkora lesz a nyíregyházi üzem, vagy a nyíregyházi gyár? Ugye emlegetjük azt, hogy megduplázódik a terület, új épületességek jönnek létre, de a mekkorát, ezt átvitt értelemben is kérdezem, tehát milyen szerepet fog betölteni a LEGO cégcsoport életében a nyíregyházi gyár? Igen, hát én azt gondolom, hogy a nyíregyházi gyár már ebben a pillanatban is egy nagyon jelentős szerepet játszik a LEGO csoport életében. 5 gyárunk van összesen ebből, ami gyakorlatilag körülbelül ugyanakkor, mint a többi, egy kicsit talán még kisebb, de amikor ezt a bővítést realizálni fogjuk, akkor hát van arra esélyünk, hogy ez talán akár a legnagyobb is lehet majd a LEGO csoporton belül. Ezt négyzetméterekben kifejezve körülbelül úgy lehet elképzelni, hogy jelen pillanatban ez az új gyár 120 ezer négyzetméter, és hát természetesen attól függően, hogy hogyan alakul az elkövetkezendő években, a 20-as évekig, vagy adott esetben még azt követően a piaci eladási struktúránk, illetve annak az intenzitása, ez azért fölmehet akár olyan 280-290 ezer négyzetméterre. És ezzel kapcsolatban jelen pillanatban is tervezünk még, tehát ezt úgy képzeljék el, ezt a bővítést, hogy az elkövetkezendő jó néhány évre ütemezzük ezt a beruházást, a nagy részét. Ez azt jelenti tehát, hogy stratégiai szempontból is fontos a nyíregyházi üzem a cégnek. Hát mindenképpen, egy olyan globális cég életében, ahol valóban nem százakról lehet beszélni, gyáraknak a számát tekintve, hanem itt valóban 5 gyárról lehet beszélni. Mindegyik gyár stratégiai fontosságú, hisz mi össze vagyunk kötve.
Tehát amit mi termelünk, azok a kis kockák, vagy éppen más elemek, LEGO elemek, azok megtalálhatók gyakorlatilag minden gyár által gyártott dobozokban. Így aztán természetes az, hogy egy nagyon fontos szerepet töltünk be a LEGO életében. Ugye, hogyha egy cég fejleszt, akkor az azt is jelenti, vagy feltételezhető az is, hogy sikeres és eredményes. Az iménti kis bejátszásban volt egy olyan számadat, ami a 2015-ös évre vonatkozott, és azt mutatta, hogy 23%-kal tudta növelni eredményességét ez a cégcsoport. Ez, én olvastam újságcikkeket, mára ettől már jóval több. Mennyi? Hát nem, most azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg természetesen még a könyveinket nem zártuk be a 2016-os évre. Egy visszafogottabb növekedést terveztünk 2016-ra. Ennél is visszafogottabb lesz egyébként a növekedésünk. Tehát jelen pillanatban a mi tervünk szerint most olyan 15% környékén realizáltuk volna. Talán ezt nem fogjuk elérni, de hát nyilván ezeket a könyveket le kell majd az elkövetkezendő év áprilisában zárni. És persze a karácsony az egy nagyon fontos dolog számunkra, az még előttünk van, hát az ujjaim természetesen keresztbe teszem, hogy ezek jól fognak alakulni, ezek az eladási értékek. Itthon a gazdasági környezet kedveze a cégcsoport növekedésének, vagy lehetővé teszi, vagy megteremti a cégcsoport növekedését, hogyan látják ezt? Hát ez egy nagyon fontos része az egész kérdésnek, magának a beruházásnak is. Természetesen folyamatosan kapcsolatot tartunk egyrészt a kormányzattal, másrészt nyilván a helyi önkormányzattal. Ugyanúgy a saját berkeken belül is természetesen vizsgáljuk azt, hogy a piac, illetve a gazdasági környezet hogyan tud minket támogatni. Azt tudjuk mondani, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem tennénk meg, hanem hinnénk benne. Azokat a biztosítékokat természetesen szeretnénk látni, hogy a beruházásunk az jó helyen van, de ezekkel kapcsolatban természetesen megkaptuk ezeket a biztosítékokat. Azt gondolom, hogy ebben az együttműködés az elég jó platformon van, így aztán mi bízunk abban, hogy ezt a növekedést valóban tervek szerint tudjuk majd ütemezni. Foglalkoztatottsági szempontból vitathatatlan, hogy a LEGO nagyon fontos ennek a térségnek, de akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is mondhatom ezt, és hát ugye ebben a fejlesztésben az szerepel, hogy minimum 1600 fővel még lehet bővíteni a foglalkoztatotti szintet a gyárnál, milyen munkaterületeken, és milyen munkaerőre van szükség, vagy lesz szükség. Igen, hát jelenlegi terveink szerint 1600 fővel bővítenénk a létszámunkat, viszont abban az esetben, ha a piaci növekedésünk ezt lehetővé teszi, tehát a saját üzleti szempontunkból az igény ott van, illetve a helyi munkaerőpiac ezt el tudja látni, ez az 1600 fő, ez akár több is lehet az elkövetkezendő, mondjuk 2020-at követően. Én azt gondolom, hogy erre nagyon jó esélyünk van. A nyíregyházi gyár az valóban egy nagyon fontos láncszeme a LEGO családnak. Ami igazán lényeges a szempontunkból az az, hogy követve a piaci növekedést, valóban tudjuk ezt az ütemet tartani. Mindent látunk ezzel kapcsolatban, amit szeretnénk látni, hogy hogyan tudjuk ezt realizálni. Terveink megvannak, projektímünk fölállt, elkezdtük a beruházást, és ezt folytatjuk is, természetesen figyelemmel követjük a piacot. Van-e esetleg munkaerőhiány vagy szakemberhiány? Ugye ebben a térségben már több ipari parkban működő nagyobb cég is jelezte, hogy kevés a szakember, egyértelmű az elvándorlás nyugat felé, vagy a munkaerő egy részének az elvándorlása nyugat felé, és szóba került az is, hogy a nagyobb cégek vagy a multicégek között egy bérverseny is kialakulhat. Mit látnak e tekintetben? Hát én azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, a LEGO az még mindig egy attraktív vállalat, még valóban sorba állnak hozzánk az emberek, hogy be tudjanak jönni hozzánk dolgozni, ami egy nagyon jó helyzet és egy nagyon jó hír számunkra. Struc politikát persze nem szeretnénk ebben folytatni, azt látjuk azért, hogy a munkaerőpiaci trendek azok hát nem feltétlenül pozitívak, látjuk, hogy mi történik a Dunántúlon, sőt ugye Budapest környékén, illetve a közép magyarországi térségben. Mi azért arra számítunk, hogy ez azért tovább gyűrűzhet ez a foglalkoztatási arány, ami jelen pillanatban országos szinten kb. 5%-os munkanélküliséget jelent. A régiónkban jelen pillanatban kb. 12%-on vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy még van egy olyan réteg, akire bizton tudunk számítani a bővítése kapcsán. Bérversennyel kapcsolatban, hát én azt gondolom, hogy a piac ezt el fogja dönteni, hogy hogyan is áll be Magyarországon a bérszint a különböző bérkategóriákban.
azt mi mindig láthatjuk, hogy azért a keleti ország részben a bérszintek még mindig azért alacsonyabb szinten vannak, amit feltételezem követni fog azért a piac, már hogy a nyugati vonzás kapcsán, hiszen azért azt nem csak a hírodásokban, hanem egyébként mindenféle statisztikai kimutatásokban azért ezt lehet látni, érzékelni, hogy azért a nyugati ország részben azért a munkaerőnek a kompenzációja azért egy igen intenzív növekedést mutat. Köszönjük szépen, Tóth Csaba, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.